Az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ ismét gazdag programmal várt minden érdeklődőt. A rendezvény apropóját a kábítószer ellenes világnap adta, amit értelemszerűen a KEF, vagyis a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai szerveztek és bonyolítottak le június 22-én a kaszinóban. Ajka város kábítószer ellenes stratégiája az most idén 2018-ig volt érvényben, és most újítjuk meg az összes ajkai általános és középiskolával egy online felmérést készítettünk, aminek a feldolgozása még folyamatban van. Ebből fogjuk megtudni, hogy mi változott az elmúlt 8 évben az előző stratégiához képest. A szakemberek elmondták, hogy a szenvedély betegségekről beszélni kell, még akkor is, ha ez kellemetlen téma. Jó hír, hogy a szülők nagyon sokat tehetnek azért, hogy a gyerekeik ne váljanak kábítószerfogyasztóvá. A mindennapos beszélgetésekkel, az odafigyeléssel, törődéssel jó eséllyel meg tudjuk ezt akadályozni. Teljes lakosságot érinti ez a probléma, de a prevenciót elsősorban a gyerekekre próbáljuk mindig kihegyezni, hiszen ők azok, akik nek az életén még talán tudunk változtatni, akiknek a sorsát tudjuk talán még befolyásolni, főleg a szüleiken keresztül. Úgyhogy az nagyon fontos, amit itt többször hangsúlyoztunk is, hogy a szülők felelőssége hatalmas, hogy a gyerekeikkel foglalkozzanak, beszélgessenek, törődjenek, hogy telnek a mindennapjaik, a gyerekek pedig tudjanak nemet mondani a különböző drogokra, kábítószerekre. A biztonságot nyújtó családi háttér, az egyértelmű világos szabályok, a következetesség és a nyílt kommunikáció lényeges az életükben, de nagyon fontos a szeretetteljes, megértő szülő-gyermek kapcsolat is. Azzal vélhetőleg mindenki egyetért, hogy a tinédzserkor nagyon érzékeny, sérülékeny, válságokkal terhelt időszak, amikor nagy szükség van a toleranciára. A családban kialakított normák és értékek kapaszkodót jelentenek a fiatalok számára, és képessé válnak arra, hogy nemet mondjanak a kortársak által esetlegesen felkínált tudatmódosítószerekre. A pedagógusok szerepe is hatalmas, hiszen a gyerekek a mindennapjaik nagy részét az óvodákba, iskolákba töltik, de a pedagógusok azért, tehát én tapasztalataim szerint azért nincsenek olyan közvetlen viszonyban a gyerekekkel, mint a szülők. Tehát a család szerepe az nélkülözhetetlen. De a pedagógus is mindenképpen minta a gyermek számára, hogy mi az az érték, amit ő közvetít a gyerek felé. Mert a gyereknek a pedagógus a példakép, akkor azzal nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni az ő fejlődésébe. Tehát ez fontos. És ti hogy látjátok, hogy a társadalom mennyire nyitott, illetve mennyire kezeli inkább tabu témaként a kábítószerfogyasztást, illetve a különböző szenvedélybetegségeket? Hát én nem azt látom, hogy tabu, inkább az a probléma, hogy szerintem mindenki tisztában van vele, hogy van. Csak valahogy nem akarunk róla beszélni. Mert hiszen a családokban is ott van a többségében a cigarettázás, a kávé, az energiaital, és akkor még nem beszélek az okostelefonokról, meg arról a rengeteg számítástechnikai eszközről, amivel a gyerekeket már sokszor bölcsiskorba elhalmozzák, feleslegesen. Tehát sokkal hatékonyabb lenne az együtt töltött idő, hogyha nem a számítógép elé vagy a különböző tabletek elé ültetnék le a kisgyerekeket, hanem a szülő foglalkozna vele. Elővennék a régi társasokat, vagy egyszerűen csak beszélgetnének. Tehát ez lenne a fontos. Tehát nem tabu ez, csak valahogy nem akarunk róla tudomást venni mégsem. Tehát az iskolákban is nyilvánvaló, hogy ott van. Ha megkérdezünk gyerekeket, simán azt mondják, hogy bármikor tudok venni, tudom, hogy kihez kell fordulni, csak nem tudom, hogy a szülő tud-e erről, hogy beszélget-e ilyenekről a gyerekével. Hogy abban a cigarettában is lehetnek olyan anyagok, ami káros az ő egészségére. Vagy hogy ad pénzt a szülő a gyerekének azért, hogy az iskolába vegyen szendvicset, és aztán megkérdezi-e, hogy mit vett rajta. Szóval itt mindig odajuk adunk vissza, hogy a szülő, a felelősség. A szülői felelősségvállalás és tudatosság fellelhető volt a programon, hiszen azért hozták el gyermekeiket, hogy megismertessék velük a különböző drogok veszélyeit. Miért tartja ezt ennyire fontos dolognak? Hát mert én ugye annólyan hallottam egy-két emberkét, ahogy miket művelt, meg hogy a gyerekek milyen állapotok voltak. Meg hát én úgy vagyok vele, hogy nem kéne használniuk, mert nagyon veszélyes, és bele is lehet halni. Úgyhogy én ezért nem ízre tartom azt, hogy a gyerekek is használják. Meg hogy tudják mi a törvény, meg hogy milyen büntetés rón maga után.
otthon beszélgettek már a kábítószerfogyasztásról és a különböző szenvedélybetegségekről? Igen. Én felvilágosítottam a gyerekeimet, hogy nem szabad, mit nem lehet és mit kéne, úgyhogy én felvilágosítottam teljesen őket. Az elrettentés nem lehet célja egyetlen felnőttnek sem, de az információk átadása lényeges feladat. A tesztekből, kvízkérdésekből bárki felmérhette a tudását. Mi ma a legnépszerűbb drog itt Ajkán? Hát ez egy nehéz kérdés, hogy mi a legnépszerűbb. A tapasztalat az, hogy az összes iskolában, ahol kimegyünk, és nincs ott pedagógus, és így kérdezzük a diákokat, nyilván nem mindenki mond igazat, de az energiaital, ami nagyon-nagyon népszerű, a biofű, ami egyre elterjedtebb, és itt Ajkán is megtalálható sajnos. Hát és ezen kívül az alkohol, a cigaretta, amit még tudnám mondani, hogy ez így a fiatalok körében egyre korábban megjelenik. Mi az az egyre korábban? 10 éves kor körül már találkoztunk olyan diákkal, aki 10 éves kor körül már függő, nikotinfüggő, vagy hébe-hóba alkoholt fogyaszt. Tehát ilyen 10-12 éves kor, 6. osztály, 6.-7. osztálytól már. Szerinted mikor lehet elérni, illetve mivel lehetne elérni javulást a szenvedélybetegségek terén? Tehát mi lehet a gyökere ennek a problémának? Én azt gondolom, hogy ahogy a nemzeti drogstratégiában is mi is azt célozzuk meg, hogy nem az elrettentés a cél, hanem hogy egy alternatívát tudjunk mutatni a diákoknak vagy a felnőtteknek. Tehát mi próbálkozunk az egészséges életmódra nagy hangsúlyt fektetni, a sportra, a mozgásra, a különböző szakkörökre. Tehát, hogy ebben éljék ki magukat, és ne unalmukba bármilyen szerhez nyúljanak. Természetesen azért mégis a szórakozásé volt a főszerep. A csemeték számtalan játék között válogathattak. A mai program az nagyon sokszínű. A kaszinó termében felállítottunk egy hatalmas légvárat, lehet léghokizni, lufi bohócunk van, arcfestőnk, rengeteg kézműves foglalkozással készültünk, az ajkai rendőrség kivonult egy készenléti autóval, lehet gokártozni, ki lehet próbálni a részek szemüveget, be lehet öltözni ilyen készenléti ruhába, illetve a KEF standnál, a kimondott KEF standnál lehet totókat és rejtvényeket kitölteni, és aki szerencsésen kitölt és helyesen, azoknak tudunk adni a KEF emblémával ellátott pólókat, illetve a fő attrakció, az 4 órakor fog kezdődni az Aranykapu zenekar gyerekkoncertjével. Sem forrog a kerő, azaz, mert a vize nem elég. És lassan forrog a kerő, mert a vize nem elég. Fölkészülni megyünk egy nagy levegőt? Gyorsan forrog a kerő, mert a vize már elég! Az Aranykapu zenekar ismert gyermekdalokat játszott nagy sikerrel, a lufi bohóc színes állatfigurákat hajtogatott, de ismét népszerű volt az arcfestés, a légvár, vagy éppen a léghoki. Óriási volt a nyüzsgés és a hangzavar, igazi felszabadult, gondtalan hangulat jellemezte a délutánt.